annyit kaptam én ettől a futsaltól, ettől a sportáktól, hogy egy élet is kevés még, ezt talán neki vissza tudom adni. Hitelesebb szemtanút alig találhatnánk a magyar futsal fejlődésével kapcsolatban Kozma Mihálynál. A jelenlegi szakágvezető összerakott bajnokcsapatokat, több mint 100 mérkőzésen irányította a válogatottat, megírta az edzőképzés alapját adó szakkönyvet, és a sort még hosszasan lehetne folytatni. Olaszországban ismertem meg ezt a futsalt, ami meglepetés volt számunkra, hiszen 4+1, itt mindenütt a 60-as évek szakszervezeti dühöngő focia, a dívott, az 5+1, és nem is nagyon értettük, hogy hát miért akarnak ezek 4+1-be játszani. Mindenki nagypályáról játszott vissza, azt kell mondanom, hogy de a nagypályán is hát nyilvánvalóan a technikások jöttek ki. De nem nagyon engedték őket. Hát volt olyan, hogy Mezei Gyurinál játszott egy játékos a BVRC-ben, és hát kénytelen volt álnéven játszani, Compó néven játszott. Compó, azaz Frank Tamás később mind játékosként, mind edzőként meghatározó tagja lett a magyar futsal társadalomnak, aki így alig ha bánta meg, hogy a szakág mellett kötött ki hosszú távon. Az Aramis és a Külker uralta első évek után a 2000-2001-es szezon hozta meg Kozma Mihály csőmontázsának az áttörést és az első bajnoki címet. Jobb képességű csapatok voltak velünk szemben, tehát olyanok a Rósa testvérek, kezdve a Korolovszki, olyan játékosok, akik NB1-es múlttal és válogatott múlttal is rendelkeznek. Mégis sikerült nyernünk, bajnokságot nyernünk, mert a védekezést nagyon jól megszerveztük, és a kisebb csapatok ellen nem nagyon veszítettünk meccset. Nem gáláztunk mi senki ellen, szorgalmas hangyomódjára ment a dolog. Zsinórban háromszor nyerte meg az NB1-et a csőmontázs, amely közben a nemzetközi porondon is letette a névjegyét. 2002. februárjában volt a döntő, a 8-as döntő, és itt bizony meccset is nyertünk egy lengyel csapattal szemben, kőkemény profikkal szemben sikerült 6. helyen végeznünk a bajnokok ligájába, és erre nagyon büszkék lehetünk. Azóta már átalakították a rendszert, sokkal nehezebb talán most odaérni, mint akkor, úgyhogy azért is becsüljük meg ezt az eredményt, mert lehet, hogy egy darabig nem leszünk még 6-ok, vagy egyáltalán 4 között, legutóbb a Rába Etónak sikerült. A klubedzőként elért sikerek mellett Kozma Mihály szövetségi kapitányként is eredményes volt, hiszen története során először 2005-ben részt vehetett az Európa-bajnokságon a letámadásra építő magyar válogatott. Emellett Misi bácsi ebben az évben kiadta a magyar futsalról szóló szakkönyvet is. Ez lett az edzőképzésnek a tankönyve, az anyaga. Bicskei Berci végigült minden óránkat, minden elméleti és gyakorlati órát, és azt mondta, hogy akkor mehet az edzőképzést. Ő sokkal magasabb színvonalnak ítélte meg akkor, mint amilyen besorolása volt. Ő akkor A-licenc szintűvé nyilvánította, de hát egy nemzeti hatáskörben létrehozott edzőképzésről volt szó, ugyanazért, amiért a könyvet megírtam, hogy ne vesszen el az a tudás, osszuk szét, amit megszereztünk, adjuk át másoknak, hogy magasabb szintről indulhasson a következő nemzedék. A mesteredző a magyar után 2008-ban a román bajnokságot is megnyerte a huni válogatottakkal erősített Székelyudvarhellyel, nem akármilyen körülmények között. Lekönygázoztak bennünket Marosvásárhelyen, Bukarestbe kiraboltak, Krajován leköpködtek, szóval volt minden, de mégiscsak mi nyertük a román bajnokságot a nagy rivális Dévával szemben, aki akkor egyébként egyenértékű volt a román válogatottal, a bajnoki cím megszerzése utáni ünneplést pedig hát sose fogjuk elfelejteni. Fiúkról a meszt már veszik le, ugye? Engem mindjárt feldobálnak, már betoldul a tömeg. Gyertyákat tettek ki az ember, az ablakban. És elénekeltük a székely himnuszt, a magyar himnuszt, és mentünk tovább. Hát olyan ünneplés volt, reggelig tartott. A 2010-es hazai rendezésű EB évében azonban már a székelyudvarhelyi mag is hazatért az NB1-be. A Ráva Eto ajánlatot tett a magyar játékosoknak, és ők örömmel tértek akkor vissza, és így gyakorlatilag egy erős pólussa alakult ki a magyar futsalnak, mert a akkori egyeduralkodó Berettyóújfaluval szemben volt egy másik csapat gyakorlatilag, amely hasonló erőt képviselt. De a végén mégiscsak mi nyertük a magyar bajnokságot a Rába Etóval.
nekünk meg kellett tanulni sok játékosnak a játékot, mert az, hogy a magyar válogatott fele hazatért Székelyudvarhelyről, de akkor bontogatta a szárnyát a Drót Zoli, a Harnis Ákos, nekik meg kellett tanítani a védekezést, hogy mégis hogy kell ezt csinálni, mert addig nem lehet őket komolyan becserélni. Az MLS futszál szakág vezetője Kozma Mihály napjainkban már nem a kispadon, hanem az egyetemi katedrán, a különböző előadásokon vagy éppen az edzőképzéseken tesz imádott sportága fejlődéséért. Mert ha valaki, akkor ő tudja, hogy honnan indult a ma már több mint 30 ezer igazolt játékosra rendelkező magyar futszál. Ha valaki jól akar csinálni bármit az életbe, én azt támogatom, segítem, mert abból csak jól jöhet ki. Hát honnan tudná, meg kell neki tanítani, meg kell neki mutatni. De az önfejűséget, meg a felelőtlenséget, azt nem. Hát ez a játék tulajdonképpen erről is szól. Ez egy teljesen tudatos játék az 5+1-es dühöngő focihoz képest.